Sziasztok! Istok Zsófi vagyok a Nemzetközi Marketingről, és majd nagyon motiváló, nagyon sok erőt adó üzleti segédeszközt szeretnék nektek bemutatni. Na mielőtt nekiugranánk, feltennék három kérdést. Érezted-e már úgy, hogy amióta az üzletedet építed, olyan jó lenne látni, hogy mi az, amit elértél, mi az, amit felépítettél? Vagy az is lehet, hogy most épp egy olyan üzleti helyzetben vagy, hogy egy picit úgy megakadtál, és jó lenne, hogyha valami innen kimozdítana, előre vinne. De az is lehet, hogy úgy tűnik, hogy minden hátrafelé halad, ahelyett, hogy előrefelé mennél, és olyan jó lenne valahonnan erőt meríteni, hogy eredményesen építhesd az üzletedet tovább. Amiről én most itt beszélek, az az úgynevezett Numbers üzleti segédeszköz, és ezt fogom nektek bemutatni, megosztom a képernyőmet, és akkor látni is fogjátok, hogy miről is beszélek. Tehát, hogyha beléptek a CV bónuszotokba, ott kiválasztjátok az eszközök menüpontot, ott pedig rákattintotok az Explorer Hub-ra. Ez a Numbers az Explorer Hub-nak a része, és mindjárt látni fogjátok, hogyha lejjebb viszem a fejem, akkor itt a jobb felső sarokban találjátok a hálózat számait. Erre a nyomógombra, hogyha rákattintotok, akkor ezen a weboldalon találjátok magatokat. És engedjétek meg, hogy egy picikét meséljek ennek az egésznek a hátteréről, hogy mi is az, ami miatt mi ezt létrehoztuk. Biztos vagyok benne, hogy emlékszel arra, amikor először találkoztál a Kalivitával, és abban is biztos vagyok, hogy emlékszel arra, amikor regisztráltál. De ennél általában sokkal mélyebb nyomot hagy bennünk az, amikor az első eredményes üzleti bemutatót megtartjuk, amikor az első tagunk regisztrál hozzá. És hogy mi is történt azóta, a legelső beszélgetés óta, azt láthatod összegezve ezen az oldalon. Azt tudatok kell, hogy ezek valós adatok, egy valós hálózat számait fogom most nektek megmutatni, azonban a tulajdonos kilétét, hogyha nem haragszotok, azt elrejtettük. Tehát itt találtok egy rövid kis bevezetőt, ha pedig lejjebb mentek ezen az oldalon, akkor láthatod azt, hogy mi az, amit te elértél a legelső beszélgetésed óta. Hogyha még lejjebb mész, akkor azt is látni fogod, hogy hány országra kiterjedő nemzetközi üzleted van, az első beszélgetésed óta hány emberhez juttattad el a Kalivita által nyújtott lehetőséget, valami mennyi közép, illetve felső vezetőt képeztél ki. Úgy gondolom, hogy ezek olyan adatok, amelyekre érdemes büszkék lennünk, és hogyha valaki több éve, vagy talán több évtizede benne van ebben az üzletben, akkor ő pedig már egy monumentális életművet is fel tudott építeni. Hogyha üzleti bemutatót tartasz, akkor azért úgy felszoktak merülni kifogások. Az első kifogás általában az szokott lenni, hogy ez még most is megéri ez az üzlet, vagy csak azoknak érte meg, akik még a legelején csatlakoztak. És ezzel a Numbers eszközzel be tudod mutatni azt, hogy mi az, ami történt a te hálózatodban, a te csapatodnál. Én úgy gondolom, hogy most is abszolút megéri ehhez az üzlethez csatlakozni. Meg tudod mutatni, hogy a tagjaid mennyit kerestek ebben az évben. Meg tudod azt is mutatni, hogy a tagjaidnak az előző évben mennyi volt az összjövedelme, valamint, hogy az elmúlt 12 hónapban mennyi jövedelemre tettek szert. Hogyha ez nem lenne elég az érveléshez, mert ugye ilyet is láttunk már, akkor azt is meg tudod mutatni, hogy a cég szintjén mi az, amit elért a cég. Az előző évben belépett Kalivita tagok jövedelme mennyi volt, az előző évben belépett Kalivita tagok tavalyi összjövedelme mennyi volt, valamint az elmúlt 12 hónapban. Lehet, hogyha egy új jelöltel ülsz le, akkor ő egy picit úgy visszariad attól, hogy ilyen széles termékskálával dolgozunk. Lehet, hogy úgy érzi, hogy idő, mire megtanulja ezeket a termékeket, és nagyon sok idő, mire ebben úgy otthonosan mozog. Fel fogja tenni azt a kérdést, hogy elég, hogyha csak pár terméket ismerek, és azokat ajánlom? A válasz erre is igen lesz, hiszen meg tudod neki mutatni azt, hogy mi az, amit a te csapatod elért. Mi az, amit elért csak C-vitaminok ajánlásával, mi az, amit elért megavitaminok ajánlásával, kozmetikumok, illetve nonni termékek ajánlásával. És most egy olyan nagyon erős ütőkártyát adunk a kezetekbe, amellyel azt tudjátok megmutatni, hogy bizonyos üzleti szinteken mennyi pénzt lehet keresni. Hogyha lejjebb mentek, akkor meg tudod azt mutatni a jelöltnek, hogy 4%-os szinttől egészen a dupla aranypálmás menedzseri szintig mennyi jövedelemre lehet szert tenni. Látni fogod az éves átlagos jövedelmet, valamint az éves maximális jövedelmet.
Tudnod kell, hogy ezek abszolút valós számok, nem elméleti síkon mozgunk, és nem egy elméleti táblázatot hoztunk ide nektek, hanem tényleg az elmúlt 12 hónap statisztikáiból dolgozunk, és frissítjük nektek ezeket az adatokat, hogy naprakész információt tudjatok adni egy üzleti bemutató során. Látni fogjátok azt is, hogy mi az, ami a jelölt számára mondjuk már egy vonzó keresett kiegészítés lehet. Vagy meg tudod neki mutatni azt is, amit most mondjuk alkalmazottként elér, mi az, amivel ki tudná váltani a jelenlegi jövedelmét. Vagy azt is át tudjátok beszélni a magasabb menedzseri szinteken, hogy mondjuk alkalmazottként van-e lehetősége ilyen jövedelemre szert tenni. Meg tudjátok beszélni azt, hogy ezért a jövedelemért havonta, hetente mennyi időt érdemes dolgozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól használható táblázat, és nagyon erős tud lenni, amikor egy üzleti bemutatót tartotok. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a rövid kis videót, és hogyha bármilyen észrevételetek, megjegyzésetek van, akkor várjuk nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!